Valótlanságot állít a 444.hu. Nem meglepő, hiszen gyakran előfordul. Csak hogy a hamis információkkal nem csak olvasóikat, hanem a magyar közvéleményt akarják befolyásolni. Kezdjük az elején. A Momentum vezetője Facebook oldalán posztolt egy közös fotót Frans Timmermanssal, az Európai Bizottság alelnökével. A kép üzenete, hogy a brüsszeli politikus és Fekete Győr András közösen védik meg a szerinte veszélyben lévő magyar jogállamiságot. A Momentum elnöke azt is leírta, hogy meghívására Timmermans Magyarországra fog látogatni. Egy vicc jut eszembe erről, amikor az eger kiül az elefántnak a hátán, és mondja az eger, hogy hallod, hogy dübörgünk? Nagyjából így lehetne jellemezni a Timmermans-Fekete Győr találkozót. Nyilván ez egy, mind a két részről ez egy politikai üzenetek megfogalmazásához szükséges találkozó volt. A Timmermans az egyik leghangosabb európai ellenzéke mostani kormánynak. Fekete Győr posztjából a 444.hu óriási cikket írt. Tényként közölték, hogy Timmermans Magyarországra jön a Momentum invitálására. Csak hogy az Európai Unió belső szabályzata értelmében biztosok sehová sem utazhatnak pártok meghívására. No de a 444-et és a Momentumot sem zavarja, ha nagyot kell mondani. Ez felvetik nagyon komoly újságírói etikai kérdéseket, és azt mutatja, hogy igazából ennek a sajtóterméknek már teljesen mindegy, hogy milyen információt közöl. A lényeg az, hogy mindenféle hátsó szándékkal egy kormánybuktató cikket lehozzanak, és az is jól példázza azt, hogy a 444.hu-nak a kormánybuktatásért most már minden eszköz a rendelkezésére áll. Látszik, hogy most a Momentum kirak egy ilyen posztot a Facebookra, ők azt szóról-szóra mindenféle kritika és mindenféle ellenőrzés nélkül átveszik. A Momentum nevű politikai formáció időről időre azt próbálja elhitetni, hogy belföldön és külföldön egyaránt jó kapcsolatokkal rendelkezik. Momentum egy fiatal párt, nemrég jött létre, és ők próbálják azt a látszatot kelteni, mint hogy ők nagyon jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznének, és hogy most már az Európai Bizottság, az Európai Unió is mögöttük áll. Ezzel próbálják a hazai népszerűségüket növelni. Látni kell, hogy a Momentum a napokban egy olyan aláírásgyűjtést indított el, amellyel a Soros György által támogatott szervezeteket szeretnék védeni, és kijátszani a jogszabályokat annak érdekében, hogy továbbra is átláthatatlan legyen a működésük. Az olimpia ellenes kampánnyal ismerté vált Momentum korábban sokáig azt állította magáról, hogy ők egyik politikai oldalhoz sem tartoznak. Törcsi Péter szerint azonban már ez az egyetlen Facebook poszt is azt mutatja, hogy a párt egyértelműen baloldali, hiszen mindig is a baloldal mániája volt kohold ügyek miatt külföldi segítséget kérni. A baloldali liberális magyar hagyományban benne van 100 éve az, hogy mindig külföldre tekintünk, és mindig valamelyik nagy hatalomtól próbáljuk a hazai problémákra megoldást keresni, és egyébként ez is egy teljesen tökéletesen illeszkedik a Momentumnak a Brüsszelbe rohangálása. A 444-nek mindegy, hogy ki és mit mond, igaz-e vagy sem, a lényeg, hogy a kormány álláspontjával ellentétes legyen. Azonban a liberális újságíróknak össze kell kapniuk magukat a Momentum PR-ja érdekében, ugyanis jelenleg még a parlamentbe sem jutnának be a párt politikusai. A Momentum jelenleg önállóan még nem jutna be az országgyűlésbe, tehát egy nagyon erős kampányt kell majd folytatniuk jövő januártól, annak érdekében, hogy elérjék az 5%-os küszöböt. Látszik azt, hogy emiatt keresik most a nemzetközi támogatókat, és jól láthatóan a Momentum arra pályázik, hogy Soros György az ő szervezetein és az ő sajtótermékein keresztül a Momentumot fogja majd támogatni a kampányban. A te ellenséged az én barátom gondolkodás nem túl előremutató, de mit is várjunk a magukat progresszív, vagyis haladó liberálisnak tartó személyektől? Első a néző, vallják a televíziós műsorkészítők, de vajon mi tetszik leginkább a közönségnek? Most megmutatjuk a 3 legnézettebb csatorna 3-3 legkedveltebb műsorát. Az elmúlt héten a csatornák versenyében az RTL Klub végzett az élen, és híradójára kapcsoltak a legtöbben. A második a TV2 és a Tények című hírműsor lett. A harmadik legnézettebb csatorna a Duna, legkedveltebb műsora pedig a